A napirendi pontok megtárgyalása előtt köszöntötték Varga Nándor egyesületi elnököt, aki február 1-én a civilek napja alkalmából rendezett vármegyei ünnepségen vette át a Magyar Kazak Baráti Társaság tevékenységét elismerő Jászhajkun Szolnok vármegyei civil díjat. Módosításra került az önkormányzat által nyújtott lakhatási és gyógyszertámogatás rendszere. A jövedelmi értékhatárok megemelésével jelentősen nő azoknak a száma, akik jogosultá válnak a támogatásra. Egyhangulag elfogadta a testület a járás és start munka mintaprogram keretéből megvalósuló kül- és belterületi burkolt utak kátyúzási és aszfaltozási ütemtervéről szóló, valamint a város belvízvédelmi helyzetéről és a további feladatokról szóló tájékoztatókat. Március 25-én újra indult a Millió lépés az iskoládért kihívás, amely Magyarország egyik legnagyobb mozgásra ösztönző programja. A tavaszi kihívás külön figyelmet fordít az aktív, zöld közlekedés fontosságára, így az országos kékkör 7-szeri teljesítése mellett 2000 zöld pontot is össze kell gyűjteni. A karcagvárosi önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan most is csatlakozik a felhíváshoz, és a feltételeket sikeresen teljesítő városi iskoláknak 300 ezer forintos sportszertámogatást nyújt. Felülvizsgálatra kerültek a karcagváros szabályozási tervében szereplő szabályozási vonalak, kiszolgáló utak, amely során a városi főépítész a szabályozási vonalak megőrzését javasolta. A képviselőtestület egyhangulag döntött a Horváth Ferenc utca 3-5 szám alatti ingatlan bérbeadásáról a Kárkis BT számára húsbolt üzemeltetés céljából, valamint a Bajcsi Zsilinszky utca 4 szám alatti 760 négyzetméter területű ingatlan értékesítéséről. A karcagváros településrendezési eszközeinek módosítására tett javaslatokat is elfogadta a testület. Önkormányzati kezdeményezésre a 31/3 és a 31/9 helyrajzi számú területek meghatározott földrészletei átsorolásra kerülnek közúti közlekedési területbe, amellyel megvalósítható lesz egy teljes körű útfelújítás. A 0699/9 helyrajzi számú ingatlan egy részére a Chloé Solar Kft. Napelemes erőművet telepít, ehhez a területi hatásvizsgálat megtörtént. A térségi terület felhasználási engedélyt az állami főépítési iroda megadta, szükséges azonban a terület övezeti átsorolása. A 02087/1 és a 02087/2 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló aszfaltkeverő üzem létrehozásához is módosítani kell az övezeti besorolást, amelyhez a szakhatóságok véleménye alapján nem szükséges a környezeti vizsgálat lefolytatása. Az Agrosprint ZRT benyújtotta az új gyáregységének bővítéséhez szükséges telepítési tanulmánytervet, a fejlesztéssel érintett terület összetett, az övezetek módosításához szükséges hozzájárulásról egyhangú döntés született. A képviselőtestület legközelebb munkaterv szerint április 24-én szerdán 15 órai kezdettel tart ülést.